Talán nem is gondolnánk, de óvodások kicsi kezei munkájának és szüleik segítségének köszönhetőek azok a matáretetők, amelyek Szabolcs-Veresmart nagyobb fáin lettek elhelyezve. Szorgalmuknak köszönhetően viszont nem csak a cinegék, de az intézmény is jól járt, hiszen ezzel a programjukkal idén elnyerték az Állatbarát óvoda címet. Erre még áprilisban írt ki országos pályázatot az Állatorvostudományi Egyetem és az Állatvédelem Gyerekeknek közösségi oldal, amelyre az interneten bukkant rá az óvoda megbízott vezetője. Maga a pályázat azt kérte, hogy mutassuk be, milyen tevékenységeket, milyen projekteket alkalmazunk az állatok megóvása, az állatok védelme érdekében. Ősszel madársul is bemutató volt látható intézményünkben, majd tél folyamán madáretető készítő versenyt hirdetett intézményünk, a szülőket is bevonva ebbe a tevékenységbe. Sikeresnek mondhatom, 35 madáretető készült, aktív volt a szülő és gyermek egyaránt. Közösen helyeztük el a madáretetőket az óvoda udvarán és a szomszédos intézményekben. Az intézményvezető azt is elmondta, az óvoda mindennapjait átszövi a környezetvédelem és a hagyományápolás, és kiemelten fontosnak tekintik azt, hogy a gyerekek tevékeny tapasztalatszerzés útján jussanak kellő ismerethez az állatokról, hogy azokat jobban megismerjék. Továbbképzési lehetőséget biztosít a pedagógusoknak. Minden gyermek számára állatbarát, foglalkoztató könyveket küldenek digitális formában, és módszertani segédanyagokat fogunk majd kapni. Magyarországon egyre nagyobb szerepet kap az állatvédelem témaköre. Idén megalakult az Állatvédelmi Központ, amely az Állatorvostudományi Egyetem új szervezeti egységeként január 1-én kezdte meg a működését. Egyik feladatuk az állatvédelmi szemléletformálás, ami már gyermekkorban fontos, hiszen csak így válhat belőlük felelős állattartó.